Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, sok szeretettel köszöntelek benneteket. A múlt alkalommal Éváról és a kígyóról kezdtem beszélni, most ez alkalommal Éva, a kígyó meg Ádám. Ez lesz a témánk, a beszélgetésünknek a témája, ez a három személyről lesz szó. Már előzőleg beszéltünk arról, hogy hogyan barátkozott össze Éva a kígyóval. Leültek egy fa alá borozni és beszélgetni. Akkor még a kígyó tudott a sziszegve beszélni, ma már csak sziszegni tud. Ott ült a kígyó Éva közelében is. Szépeket mondott, tette neki a szépeket. És Éva azt gondolta magában, hogy én olyan szép vagyok, hogy még az óriás kígyónak is tetszem, még az ördögnek is tetszem. Évának elsősorban azt tetszett, amit a kígyó mondott neki. Érdekes dolog, majd kíváncsian figyeljünk, hogy mit is mondott a kígyó Évának. Hát a kígyó tudott hízelegni, nagyokat mondani. Azt mondta, hogy figyú, Évi! Nyújtsd ki a kezed, nézd, ott van egy szép piros alma. Ott a fa levél alatt. Tédd le, vedd le, sarabd bele. És a Évi gondolkozott, nézett jobbra, nézett balra, és hát hajlott, tetszett neki a piros alma, meg amit a kígyó mondott. És hát aztán mielőtt letépte volna az almát, azt mondta a kígyónak, te is kérsz egy almát? Te nem eszel velem együtt a kis almát? Ó, mondta a kígyó, én nem eszem ebből. Tegnap elrontottam a gyomromat a fűvel, a fűvel. Nem kérek belőle. Ha, ez a kígyó, képzeljétek el, füvezett. És hát elrontotta a gyomrát, és ne, ő nem akart az almából lenni. Hát nyilván valami oka volt ennek. Hát akkor végül Évi mosolyogva levette a fáról az almát, és vidáman rágcsálni kezdte, nagyot harapott bele. Milyen finom volt, nagyon finom volt. Hát, és jól érezte magát, illegette, billegette magát a fa alatt, a kígyó előtt. Jobbra lépett, balra lépett, beleharapott a piros almába, és vidám volt, vidám volt. És hát aztán Ádám fölébredt, tudjátok, hogy Ádám horkolt, és Éva ott hagyta őt. Éva elment sétálni, Ádám aludt. Most pedig fölébredt Ádám, és kereste Évát, hogy hol van ez az Éva. Ugyanhova ment? Rohant utána, nagy lépésekkel lehetett hallani, hogy a falevelek is vizektek a talpa alatt. Hát látta,
kidőlett szemekkel látta Ádám, hogy a kígyóval flörtöl. Vidáman beszélget, bájosan beszélget, és eszik a fa alatt. És megpillantotta Éva Ádámot, aki futott, és azt mondja, gyere csak Ádám, gyere csak Ádám. Szakítottam a fáról, neked is egyet, piros salmát. Gyere csak Ádám, gyere, egyél csak, harap csak bele. A kígyó nagyon vigyorgott a kígyó, kár öröm volt benne. Sziszegett egy nagyot. Ádám is beleharapott. Hát, azt mondta Ádám, jó, hát persze, hogyha te azt mondtad, hogy egyek, hát együnk, akkor egy. Évikém, mondta a kígyó, látom, milyen jó étvágyad van. Csak egyetek tovább. Van még alma a fán bőven. Nekem a kert, az édenkert déli oldalán van egy kis tennivalom, ezért elcsusszanok oda. Hát aztán, amikor elment tőlük a kígyó, és magukra maradtak, kicsit gondolkoztak, rájöttek, hogy a kígyó füllentett nekik. Itt hagyott a kígyó bennünket a fa alatt. Ettünk a tiltott gyümölcsből, Éva. Ha, mi lesz most? Mit tettél, Éva? A kígyó lódított neked. Ádám, tudod, olyan szépeket mondott nekem a kígyó, hogy a szavaival elbűvölt engem. Megtévesztett engem a kígyó. Lódított nekem egy nagyot. Hát igen, mondta Ádám, hát Évi. Hamukázott, hazudott neked a kígyó. Aztán Éva mondja, hát Ádám, tudod, ahogy beszéltem a kígyóval, hát ő hantázott, kamuzott, én meg elhittem, amit mondott. De hát hogy van ez, Éva? Rávettél engem, hogy én is egyek ebből a tiltott almából, rávettél. A szájunkban még édes volt az alma, de amikor lecsúszott a gyomrukba, keserű lett. Rosszul érezték magukat, fogták a hasukat, becsapva érezték magukat, hogy ami történt velük, hogy az valami rossz, gonosz dolog volt. Hát mit tegyünk? Ahogy egymásra néztek, szégyelték magukat. Elpirult Éva, amikor Ádámra nézett. Ádám szíve pedig erősebben kalapált, amikor Évára nézett. Félelem fogta el őket, hogy rosszat tettek, valami rosszat. Mi lesz most? Elbújjunk? De hová? Próbáljunk rejtőzni valahogy. Aggassunk magunkra fügefa leveleket. Vannak ilyen nagy füvelek. A fejemre egy nagy fügefa levelet. Csinálok a fügefa levélen két
szemnyillást, hogy kirássak, ide erősítem a fejemre, karomra, lábomra, mindenhova, fügefa levelet teszek, és bújjunk be egy bokorba, húzzuk meg ott magunkat. Éva, te nagyon sokat szoktál beszélni, most hagyd abba, ne is köhögj, ne is szóljál, ne is szuszogjál, csak maradj csendben itt a bokorba, nehogy Isten meghallja, hogy itt vagyunk. Hát, hogyha elmegy a bokor mellett, hát mi is csupa zölddel vagyunk beborítva magunkat, nem fog Isten észrevenni bennünket. Rejtőzzünk el. Kerüljük a találkozást Istennel. Tudod, Éva, mi ketten nagyon jól megvagyunk. Nem is kell nekünk Isten. Nem kell nekünk Isten. Mi el tudunk beszélgetni egymással, jót nevetünk egymással, és csodálkozva nézzük ezeket a nagy barmokat, a tehenet, a vízilovat, az orrszarvút, a kengurút, a kecskét, a birkát, a szamarat, meg a kis katicabogarat, mint itt mennek előttünk, és nézzük az eget, csodálattal felnézünk az égre, a csillagokat is. Mi nekünk? Nem kell az Isten. Mi jól vagyunk, csak ketten éljünk boldogan. Van ennivaló bőven a kertben, alma, körte, szilva, barac, banán, datolja, minden van itt. Nyugodj meg, itt fogunk élni. Boldoggá tesszük egymást, Isten nélkül is. Majd aztán jött az Isten, és szólította őket. Hol vagy, Ádám? Hol vagy, Éva? Én teremtettelek titeket a porból. Az én saját kezemmel formáltalak titeket, az én lelkemet leheltem belétek, belétek leheltem az én szeretetemet, az én békességemet, az én örömömet, az én tisztaságomat belétek leheltem. Megformáltalak titeket, ti az élettelenetek, életre keltetek, kinyitottátok a szemeteket, mosolyogtatok, lábotokra álltatok. Én teremtettelek titeket. Hát mi van? Ettetek a tiltott fáról? Ki volt az, aki ezt kezdeményezte? Igen, Uram, igen. Mondta megszeppenve Ádám. Tudod, Uram, úgy történt a dolog, hogy idejöttem, és Éva adott nekem erről a fáról egy szép piros almát. Éva van a dologba tulajdonképpen. Hát én, Uram Isten, én nem csináltam semmi rosszat, hanem ez az asszony. Éva, a feleségem. És akkor Isten ránézett Évára, és na Éva, akkor hogy is van a dolog? Ó, Uram, nagyon sajnálom a dolgot. De hát ez a kígyó az oka annak, hogy én a fáról, hogy levettem azt a piros almát, és azt mondta nekem ez a kígyó, hogy te egy felejtős öreg vagy. Azt mondta, hogy nem kell komolyan venni minden szavadat. Azt mondta, hogy te túl szigorú vagy, és nem szeretsz minket. És mi, amikor ezeket hallottunk,
engedtünk az óriás kígyó szavának. Sziszegett, és mondta, és azt hittük, hogy ez igaz. Szomorú pillanat következett. Ki kellett költözniük az édenkertből, mert aki nem engedelmeskedik Istennek, nincs helye az édenkertben.